Sziasztok srácok, itt Zsomac, köszönök mindenkit egy újabb videóban, és srácok, az a szituáció, hogy amikor megláttam ezt a videót, már éreztem, hogy ebből szeretnék mindenféleképpen egy videót készíteni, ugyanis az a videónak a címe, hogy 10 dolog a Megaboxban, compilation, amikor az én összeállítás jelent, szóval nem tudom, hogy összességében 10 dolog, vagy nem is tudom, hogy lesz ez. Mindenesetre másfél millió megtekintés van maradta majdnem, és 46 ezer like, és 2900 dislike van rajta, ami azért elég jó arány, szóval szerintem lehet, hogy tényleg valaki 10 dolgot nyitott egy dobozból, illetve megaboxból pontosabban, úgyhogy a mai napon ezt fogjuk megnézni, srácok, viszont mielőtt tényleg beleugranánk, annyit szeretnék elmondani, hogy mint ahogy ezt említettem egy előző videóban is, 30 ezer követően és srácok Instagramon lesz egy 30 eurós nyereményjáték. Úgyhogy, ha szeretnétek ti is nyerni, akkor dobjatok a követést Instán, és majd ott lesznek a részletek teljesen közölve, szóval csak szeretném felhívni a figyelmet arra, a zsomac.jötő néven futok, lesz egy link a leírásban, az első linket kattintva igazából be tudtok követni. Dobjatok a lájkot is a képeimre nyugodtan, de csak a követés fontos, és mert nézzétek a sztoriaimat, ugyanis ott lesz majd a nyereményjáték. Na, úgyhogy ezt így szerettem volna közölni veletek, mert egyébként a videó, amit nézni fogunk, ez egy 3 perces videó. Valószínűleg nem lesz meg a 10 perc, szóval nem lesznek plusz reklámaim, szóval legalább egy követés dobjál rá Instagram, hogyha gondolod. Úgyhogy, hát akkor nézzük csak, hogy tényleg igaz ez a videó, vagy clickbait, vagy nem tudom. Remélem, hogy nem clickbait, a like, dislike arányból amúgy egyébként azt gondolom, hogy nem az, de majd meglátjuk igazából. A kommenteket még annyira nem olvasgattam. Rákerestem amúgy arra, hogy 10 item megaboxban, ezt egyébként beállított ezt a videót, hogy rákerestem, ott volt jó pár ilyen kamu clickbaites videó, aztán meglátjuk majd, hogy ez most kamu lesz-e, vagy nem, úgyhogy nézzük. Remélem nem copyrightos a zene egyébként, úgyhogy eléggé lealkítottam. Road to 10.000 feliratkozó, hát hajrá haver, hajrá, én most a 230 ezerre céloznám meg, mondjuk most 220-re visszaestünk a kis botrányom miatt, de fele-feleje, pozitívan, dobjatok egy szobot, ha még nem vagytok feliratkozva. Na, nézzük, itt az a bizonyos megabox, nézzük csak, hogy 10 item lesz-e benne, amit pont nem látjátok egyébként a kamerából, és tényleg, na várjunk, ezt most valahogy úgy meg kéne mondani, hogy ti is láthassátok, ott a 10 item, srácok. Na várjunk, ez így nem lesz ez az overlay-jel, mert kit akarok mindent a nagy overlay-jel, meg a fejemmel, úgyhogy wait a minute. Na, akkor most már így jó lesz, most már láthatjátok, hogy tényleg 10 van benne, hogy pont ott van a Mobizen logó igazából. Remélem ez nem lesz para, de nézzük meg akkor, hogy mi ez a 10 dolog, ami ebben a chestben benne van. Yikes. Na, kis gold, ugye megabox 93 gold, ez egy nagyon kevés megaboxhoz képest. Ilyet én nem igazán láttam. Remélem, hogy nem valami Photoshop, Videoshop vagy valami hasonló lesz, mert az elég cink lenne. Bármilyen like, dislike arányból tényleg sok mindent ki lehet deríteni, még nincsak letítve a kommentek se, úgyhogy meglátjuk majd. 10 PowerPoint derére. Igen, 11 bóra, ez ugye két karakter, 3. Jean-re 14. B-re 20, ez 4. És 20 Mortis-ra, és ugye ez 5 dolog, tehát a Megaboxban 5 PowerPoint-os dolog szokott lenni, és már most 5 plusz oly dolog van benne, Jesus Christ, megnézzük, hogy mikor adták fel egyébként ezt a videót, mert hogy lehet benne gadget, április 2, igen, akkor szerintem ebben voltak a gadgetek, úgyhogy, akkor nyithatunk gadgetet is, nézzük, bármik, lehet, hogy a felvét az korábbi, egy Nita Star Power, ez ugye a másik Star Power, ez valószínűleg csehül, vagy szlovákul, vagy lengyelül van, valamelyik a három közül. Ugye ez Nitának a Star Power-je, nem a Hyper Bear, hanem a másik a Hillelős. Nem rossz, és ott látható, hogy megint még 4 új dolog van benne, szóval ez OP, maradjunk annyiban. Még egy Star Power, ez a Fallen Meteorital, ez a Meteor Shower valószínűleg, vagy nem is tudom milyen vannak, amikor felgyorsítja ilyen primót. Jó, és ott egy gadget, ugye Bálinak a gadgetje, ugye még 2 dolog van, és már nyitottunk 2 Star Power-t, meg plusz egy gadgetet belőle, szóval elég jó ezt a topoz, maradjunk annyiban, jót még nem láttam. Na nézzük, még 2 dolog lesz benne, nyitunk már karaktert, vagy nyit a srác már karakter, aha, Jackie, ott is van a Jackie, hát szuper ebből, és egy Mr. P, oh my god, és 8, és még bónusz is van benne, úr, nem,
fér ki a kijelzőre konkrétan. Nem fér ki a kijelzőre az, hogy mennyi mindent nyitott. Jézusom. Jézusom, egyébként szerintem az is bizonyítja, hogy ez nem egy kamu felvétel, hogy látszik a Mobizen logó, látszik az, hogy elindítja a felvételt, látja, az emberek szerintem tökre szoktak ilyet csinálni, hogy vesznek a mailboxot, elindítják a felvételt, megveszik minden, és aztán pedig látják a felvételt. Bár beteg, én mondjuk a 10 dologról, vagy 10 dologban egy chessboardot csináltam, majd mindenféleképpen egy screenshotot, de hát ez van epikus. És tökre ilyennek tűnik egyébként ez a videó, szóval szerintem nem kamu. És van még egy megabox, szóval nem állítottam még. Ebben meg 9 dolog van. What the heck? Ennek a srácnak szerintem akkora szerencséje van, amit én nem láttam. Tehát, hogy úristen, tehát, hogy egyből 10, aztán 9. Mi van? Jó, ott most már nyomta a screenshotot, jól van. Azért. Egyébként valószínűleg ezt valami random youtubernek elküldte, és őt ütötte föl, nem, vagy nem tudom, ő az a srác, aki kinyitotta. Most nem akarok itt a nagy nyomozásokba kezdeni, de szerintem ez most a videó szempontjából lényegtelen. Na nézzük, Dynamike, Jesse, és még ugye 6 item van benne. Vali. Ne várj, jaj, csak 9 van benne, szóval csak 4 plusz dolog van benne a karakterken kívül. Van egy Riku kecsit, ez mondjuk kicsiket laggolt, bár ez a telefonját a függ. Egy Carl, az nem szuper rare? De megint Jackie-t kinyitott, akkor ez egy másik karakter, jó. Hú, azt hittem, hogy ez ugyanaz a karakter. Mert érdekes, ugye Carl is szuper rare, Jackie is szuper rare, és ugyanazt kinyitja két karakteren, és ugye az előző meg volt minden szuper rare. Nem tudom, minden esetben két karakternél tartunk már, és még egy Frank is ott van mellett, és még 2 bónusz. Tehát igazából összességében több dolog van benne, mert van token duplázó és gem is. Itt mondjuk kifért, de hogy ha megszámoljátok, ugye 5 powerpoint, 1, 2, 4, 5, és 1 gadget, és 3 karakter, meg 2 bónusz. Ilyet nem igazán láttam még. Még úgy van megvágva tényleg, hogy mintha egy lehetne. Mi? Magyar szöveg! Iratkozz fel, ha szerencsés akarsz le... Mi? Ez a videó nem is magyar, amit nézek. Jesus Christ. Akkor ez ilyen összeállítás igazából, szóval valószínűleg biztos nem ő. Nem ő töltötte fel ezt. De ez durva, hogy ez egy magyar felirat. Ez a videó, ez egy egyáltalán nem magyar csatornán van. És... wow. Na mindegy, ez durva egyébként, hogy ilyen sok megtekintés egy magyar videó van benne. Lehet, hogy erre majd később rákeresek egyébként. Mondom, nem néztem meg a videót, hogy mi van benne. Ez egy compilation, tehát egy összeállítás összességében. Nem gondoltam volna, hogy magyar szöveget is fogok látni ebben a videóban. 8 item van benne, tehát 10-9-8 igazából. Egyre megyünk lejjebb, de baj nem. Mondjuk csináltnak képernyő felvételt, egy tabletről van szó. De nem, konkrétan nem mutatja, hogy mit nyit, csak nyitogatja. Csak nyitogatja, nem tudom kicsinálni ilyet. Ahogy látszik, hogy a srác az ilyet csinált. Még 3 plusz item van benne. És én nem tudtam meg, hogy mit van a nyitás cucc. Igen, ez még érdekes felvétel. Szóval legalább látszózhatna azt, hogy mit nyit ki. Meg egy karakter. Remélem a végén látszani fog egy Jackie. Aha. Meddig pörög? De laggol. Nem lehet ezen a tableten jobbról starszózni szerintem. Na végre nézzük meg akkor. Akkor egy... de rossz, egy Nita, na, szóval van egy Carl, egy Mortis, egy Nita, egy Bull, meg egy Bibi powerpointunk, aztán ott van egy Nita gadget, meg egy Shelly gadget, és egy Jackie. Azért ez is egy elég erős chest volt, ilyet nem láttam még, csak mondjuk, ugye pont 2 nappal ezelőtt került fel ez a videó, ahol 2 gadgetet, nem 2 karaktert nyitottam egy big boxból. Hát láthatjátok, hogy azért ennél sokkal durvább dolgok is történhetnek a játékban, persze nem velem. Na nézzük meg. Emlékeinként ez tök vicces, hogy magyar volt ez a srác, aki ezt feltöltötte. Erre majd rákeresünk, hogy meg ugye most már csak 7 item van. Ilyen nekem is volt egyszer. Szóval mondjuk én sok karakteren nyitogattam, meg azért sok mindent láttam már. Olyat, hogy 10 item, olyat még nem igazán láttam. Úgyhogy ez durva. Nézzük csak, hogy mi lesz benne, 2 gadget vagy 2 karakter. Nem. Egy karakter. Akkor karakter után szerintem nem lesz már gadget. Szóval ja. Egy Bibi, meg egy Mortis. Egyébként nem nyitottam sok karakteren 2 dolgot egyszerre, de általában az szokott lenni, hogyha több dolog is van benne, akkor általában a kevésbé ritka jön először, és utána ritkább érkezik, mert a videókból, meg mindenből, ahol láttam. Tehát itt is érkezett először a Bibi, a epikus karakter, aztán pedig Mortis, a mitikus karakter. És hát ennyi srácok igazából ez a videó. Olyan dolgok is kiderültek, amire nem gondoltam volna. Például ez a magyar videó.
Erre mindjárt rá is keresek szerintem Google-on, csak megkeresem, hogy hol kezdődik. Hogy az van írva, hogy iratkozz fel, szerencsés akarsz lenni. Adjatok egy percet. Hát, nem találtam meg, sajnos, amit kerestem, több dologról is elkerestem. Ezt megláttam, hogy Nádorról el már csinált erről a videóról, ő is egy videót. Remélem, hogy nem fogtok megölni. Miatt nem minden srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tudjátok a szokásos dolgok. Nyereményjáték 30K követően Instán, ahogy említettem, link a leírásba, és akkor találkozunk a következő videóban. Legyetek jók is. Sziasztok!